Március 6-án a Kékálló Menti Népfőiskola Társaság szervezésében megtartott rendezvényen mutatta be új könyvét Rafai Ernő történész a Derecskei Városi Művelődési Központban. A frissen megjelent könyve kapcsán a 100 évvel ezelőtt meghalt Ady Endréről beszélt új megközelítésben. Szerinte a költő az első világháború előtti kultúrharc egyik legfontosabb alakja, művésze volt. Említést tett arról, milyen ideológiai hatások érték Adit itthon és Franciaországban, ahol összesen 7-szer fordult meg 1904 és 1911 között. Az előadásra és a könyv bemutatóra sokan voltak kíváncsiak. A történész és a megjelenteket Jantyik Zsolt, településünk alpolgármestere, a Kékálló Menti Népfőiskola Társaság elnöke köszöntötte elsőként. Kedves vendégeink, kedves benszokott karátai arcaink, Sárándról is, meg másodan is. Bagosról is, így van. Polgármester úr. Azt akarom mondani, hogy professzornak szeretném mondani, hogy a Sárándi találtak képviseletét is itt van. Sárándról nagyon komoly találtai lett, vagy még a mai napig is, hogy amikor én először észrevettem 20 évvel ezelőtt, hogy ilyen van, el sem kaptam inni, de hát akkor még TB-n is volt, ugye. Most már aranykorát éri a Sárándi Dalárda, és ennek nagyon örülök. Azért már egy gyönyörű Zsuda nevű barátom nagyon az élére álltam neki. Mindig kell valaki, aki tovább vegye a dolgokat, és örülök, a Sárándon ez így van. A mai esténken üdvözöljük Rafai Ernő tanár urat, professzor urat, és nagyon köszönjük, hogy immár másodszorra megtisztel bennünket, és éppen beszéljük majd, hogy a előadás után a naptárját is egyeztetjük, mert egy trianoni előadásra szeretnénk elhívni, hiszen folyamatosan az évfordulói vannak ennek a szörnyű eseménynek, és jó tudni, hogy mi történt akkor, hogy ha lehet, akkor ne következzen be ilyesmi, vagy éppen az ellenkezője. És a mai estén Ady Endre kultúrharcai című könyvbemutatóját üdvözölhetjük, és szerintem először jött le a derecskei autópályalehajtón életében, és itt ebben az intézményben meg először tud úgy előadást tartani, hogy minősített közönödési intézmény lett a derecskei nevelési központ, amely az a dolgozóknak és a igazgatónak is gratulálok, meg az egész városnak, mert ez azt jelenti, hogy itt komoly kulturális kis közösség élet folyik. Úgyhogy átadom a szót a professzor úrnak. Ady 7-szer volt Párizsban, az első 5 útja az hosszú volt. Tehát ilyen 3 hónap és 1 év, itt egy 15 hónap, 12, 14, 15 hónap közötti hosszú utat. Igaz, hogy a Léda asszonnyal hajókáztak, lementek a dél-franciaországi tengerpartra, Olaszországba átmentek. Még az osztrák-magyar birodalomba is áthajóztak egyszer Cirkenicába. Cirkenicában mi voltunk már, vagy 7-szer Cirkenicában, és gondoljuk, hogy az a ház csak egy ilyen romos házad, szálloda volt régen, hogy Ady ott járt, igaz, hogy akkor nem a Lédával, hanem egy temesvári asszonnyal. A Nyanyuci nevű, becenevű, mindegy, Ady prózájából tudjuk a neveket. Na, tehát a helyzet az, hogy az első 5 útján Ady, első osztály nagyon fogékony eszű fiatalember volt, mint a szivacs mentek bele az eszmét, és ha tudom azt, hogy a francia Kombé kormány mit csinált Franciaországban, na azok a disznóságok Adinak a cikkeibe, mint nagy pozitívumok megjelennek. Nagyon érdekes dolog, tessék ellenőrizni engem, Ady Endre összes prózai művei a Google-ba, és már ki is adja, és ott el lehet olvasni. Azt mondja, hogy miket ír Ady, egy-két alfejezet címet felolvasok, Ady cikkeiből, prózai munkáiból vett idézetek ezek. Azt mondja, ugye Aponyi Albert arról volt nevezetes, hogy Bécs mellett a Karlsburgi jezsuita iskolába végzett, Ady tehát gyűlöli. Ady mindenki gyűlölt egy bizonyos pozíció fölött, nagyon érdekes személy volt ebből a szempontból. Aponyi gróf miatt, idézőjel, tombol Magyarországon az álkultúra és a gyalázatos maradiság. Tehát ebben a cikkében nem részletezem, csak egy mondat, azt írja Ady,
hogy Magyarországon egy katolikus kultuszminiszter, tehát egy istenhívó kultuszminiszter miatt tombol az álkultúra és az elmaradottság, a maradiság. De ez nagyon érdekes dolog, hogy a balos ideológusok, amikor harcolnak, a politikusok nem annyira bunkók általában, műveletlen tuskó csőcselék, most nem a mostani magyarországi baloldalra gondolok természetesen, bár erről tudnék mesélni mindenki személyen, majdnem mindenki személyesen ismerek. Hát ugye, hát ahol helyesírási problémák vannak, ott már nem mondja ennél többen. Viszont a következő helyzet. Apponyi Albert, tombol az álkultúra. Kérem szépen, itt leírom a lábjegyzetben, most működik Magyarországon, akkor is működött, egy Apponyi Albert meg egy másik művészember alapította meg a magyarországi Wagner társaságot. Ugye Richard Wagner, jól mondom? Jól mondom. Apponyi a világ akkori legmodernebb zenéje Bartók Béla előtt a Richard Wagner volt. És Richard Wagner zenéjét egyesek még most se engedik, szeretik, mert olyan össze-visszának tűnik, pedig meg vannak benne a dallamok, meg stb. A Nibelungok, Gyuri, meg a mit tudom, Valkür, meg a stb. Stb. Hát nem lehet, a Hitler állni merényletnek volt neve a Valkür. Ugye az volt a Valkür. De a német kultúra nagyon mély. És amikor megalapították Apponyék a magyarországi Richard Wagner társaságot, akkor már Bayreuth németországi városban minden évben egy vagy hétig, tíz napig ilyen Wagner ciklusokat játszottak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen Wagner őrültek, bementek, három nap hideg élelem, és lejátszották a Nibelungok gyűrűjét. 20 felvonás, vagy 15, nem tudom. Tehát rémisztő sok hosszú, hogy ezek ott hallgatták. Most Apponyi bele volt zúgva Richard Wagnerba. Adi meg, befut az utat a hó, céltalanul fut a fakó. Ez volt Adi kedvenc nótája. Hát mulatni lehet rá, csak a kultúrához semmi köze. Nem tudom, olvasták-e, hát persze ezt nem szokták senki olvasni, engem leszármítani, mert mindent olvasok, hogy Adinak a nézetei a népszínmű és az operett között. Azt írja Adi, hogy az érdekesség, elveszem az időmet, de elmondom, mert nagyon érdekes. Tudják, régen a Blaha Lujza volt a népszínművenek a királynője. Blaha Lujza, majd így elmondok egy történetet Blaha Lujza kapcsán, hogy hogy mentek meg emberi életeket ez a kicsi, igen, szóval jó, fajsúlyos asszony, aki csodálatos hangja volt, szépen tudott énekelni. Kérem szépen, azt mondja Adi az egyik írásába, hogy hagyjuk már fenébe ezt a magyar népéletből vett ilyen paraszt juliskák énekelnek, ornyikálnak benne, hanem operett, az a művelt világ, operett. Tudják, un cilim, somun cilim, drága kis kutyám, fisztulád a pelvárosi jiddises magyar nyelv. Nagyon érdekes. Most a Blaha Lujzával ő kivétel tett, a Blaha Lujza az mindent énekelt, amire megkérték. Ismerik Blaha Lujza és Ferenc József? És a 9 magyar bakat történetét? Blaha Lujza tekintélye, kérem. Olyan tekintélye volt, hogy királyok a földig borultak előtte. Egyszer 9 katona megszökött egy alföldi, ilyen paraszt legények, paraszt bakák. Megszokták, már nem bírták tovább, 3 év volt akkor már csak a katonaság, de kemény volt a kiképzés, ugye? A monarchia akkor Európa második legnagyobb országa volt, nagy hatalom voltunk. Tehát ott kőkemény hadsereg, már máskülön, mert vége a nagyhatalmi lépnek, majd 18-ban látjuk, amikor katonailag is összeomlott, meg lelkileg is összedöntötték a Adi félék a monarchiát, meg a magyar királyságot. Na, megfogják a 9 katonát és a hadbíróság halálra ítéli őket, mind a 9-et. A kegyelmi kérvényük fölmegy a legfőbb hadúrhoz. Ki volt a legfőbb hadú? A magyar király. Ezek nem közös K.U.K. bakák, hanem magyar királyi honvédség bakái voltak, tehát a Ferenc Jóska ott is legfőbb hadúr volt, meg a magyar királyságban is. És hát ugye tudták a ügyvédek, hogy a király nem szokott kegyelmet adni, mindenki megölett, aki megszakít. A katonai fegyelem az Ferenc Józsa felül szent és érthetetlen volt. Na ez különben most a lányos fiúknak a Momentum Egyesületben, ugye? A kígyóvállalt, gumigerincű, éces, vérbajos, luttalpas, pesti fiatal, nagykörúton belüli, Anta József mondta, hogy nagykörúton belüli úriembereknek.
Na is. A király Budapestre jött látogatóba, és ilyenkor, hát ugye a felség engedélyével, a Srat Katalin burgtátár színésznőjével tartott egy kapcsolatot, hosszú történet, és elment, hogy a színházba meghallgassa a valamelyik népszínű művet, mert a címszerep a szereplő volt, a főszereplő a Blaha Lujza. És hát ugye a király ott ült a disztályban, mögötte a szolgálattevő, ami nem Horthy volt, ez előtte volt, szolgálattevő főhadsegéd, vagy hadsegéd, mert a király csak úgy pöttyögött magyarul, nem pontosan értette a dolgokat magyarul. És ezért egy magyar király miért tudna magyarul, nem igaz? Na mindegy. A múltkor olvastam, tudják, én királypárti vagyok, a múltkor egy éve olvastam az interneten, hogy én egy kretén vagyok, mert Habsburg királyt akarok. Na mindegy, zárójel bezárva. A következő történik. Valahogy Lujza látja, hogy ott a király. Aznap jelentek meg a hajzék, hogy a király előtt van a kegyelmi kérvény, és ha aláírja Pesten a királyi a halálos ítéletet, tehát biztos utasítja a kegyelmi kérvényt, másnap reggel 4:00-kor kirézik, felakasztják a 9 katona legét. És megy a zene, és egy népdal következik. Blaha Lujza elkezdi. Letérdelt. Fölnézett a királyi pálya. De szeretnék a királlyal beszélni. 9 baka, magyar baka, fejére pardont kérni. Instálom hát a király ő felségét. Mentse meg a 9 baka életét. Főhajtás. A színház elcsöndesedett. A király, a spanyol etikett volt a király udvarban, nem lehetett megszólítani, nem lehetett hátat fordítani, nem lehetett csak hátrafele ki, stb. Tehát a legkeményebb spanyol etikett. És Blaha Lujza megszólította a királyt, nyilvánosan, felségsértés, 20-szor egymás után megszólította minden versszak, minden sorban. A főhadsegéd azonnal fordította, hogy mi történik, mert zenekar elhallgatott, mint magától. Csőd, légyzúrás. És a király bólintott. Másnap reggel 4:00-kor kivitték a 9 katonát, ott volt a 9 bitófa, és felolvasták a legfőbb parancsát, hogy szoros, legfelsőbb kegyelemből életpótiglani börtönre változtatják, és nem ölik meg őket. Értik ezt? Ilyen volt a Blaha Lujza tekintélye. Meg persze a király is ilyen volt. Na, a következő helyzet. Adi, tehát ott kanyarodtam el, hogy Aponyi a gróf miatt tombol az álkultúra és a gyalázatos maradiság. Elmondtam ugye a Richard Wagner Egyesületet, és utána elmondtam, hogy Aponyi hogy ment oda ki a bajra, stb. És utána eszembe jutott Blaha Lujza, stb. Most ide visszatérek, hogy Adi kultúrharcos cikkeimben erről szól a könyv. Következő a Aponyi elleni cikke Adinak így szól. Aponyi gróf, idézőjel, Adi, 2. Aponyi gróf egy magát rehabilitálni akaró sátán a pokol előtt. Hát ez elég érdekes dolog. Nem tudom, ha van itt valaki, aki nagyon becsüli Orbán Viktort, akkor most elmondom, hogyha Orbán Viktorról ezt írnák. Orbán Viktor egy satöbbi, amit az előbb mondtam. Tehát, hogy értsük azt, hogy a vérig sérti azt a kultuszminisztert, aki 1907-8-ban meghozza a népiskolai törvénycsomagot. Első, második, harmadik törvény. Modernizálja, magyarosítja a népiskolát. Ez volt akkor a helyes dolog, kérem szépen. Túl sok volt az olá meg a tóta magyar királyságban. Bizony. Akik azon dolgoztak, hogy Magyarországot szép hasonlítsák. Tudják, most jelent meg a mai Népszavában olvastam, vagy a hvg.hu-n, hogy a nem tudom milyen roma párt bejelentette, hogy Észak-Kelet 4 vármegyéjét, talán ezt is nem tudom, vagy ettől Északra nem tudom, már 4 megyéből roma magyarországi, észak-magyarországi roma tartomány néven egy kiváló autonómiát akarnak csinálni. Na, itt tartok, kérem szépen. Igen. Adi a katolikus egyházzal milyen cikket írt, tessék csak megfigyelni, jaj, most rosszat mondtam, mert most erről beszélünk.
dolgozik a papokkal a kivándorlás, az alkoholizmus, a szifilisz, az éhínség és a tuberkulózis. Írja Adi. Tehát azt mondja, hogy Magyarországon azért dolgozik az éhínség, a tuberkulózis, stb. Mindig felsoroltam, mert hogy a papoké a vagyon. Hát kérem szépen, a helyzet az, hogy ez nem igaz. A Trianon előtti magyar királyságban 49 millió katasztrális hold volt, Trianon után, ugye kerekített adat, 16 millió katasztrális hold maradt. Ebből 2,5 millió volt a katolikus egyházé. Az igazságtalanság nem az volt szerintem, hogy a katolikus egyháznak nem volt fődje, hanem az, hogy a református egyháznak, meg az evangélikus egyháznak, de annak nem volt. Az ortodoxok fővásárolták Erdélyben a románok a magyar földbirtokot, felvidéken a tótok, délvidéken pedig a szerb nálogok. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. No, de maradjunk Adinál, mert totál lejárt már így is az időm, de mindjárt befejezem. Azt mondja, hogy Adi megállapítja szó szerint, ebből az országból nem lesz latrok és csuhások barlangja. A latrok, az a Tisza István gróf, a Pönyi gróf, az arisztokrácia. Kérem, a magyar arisztokraták között voltak kretének. Mondok egyet, gróf Károly Mihály. Aki jó szándékú fiatal ember volt, azonban hát nem jött össze a dolog, szabadkőműves kormány csinált, akik aztán földet osztottak, meg népköztársaságot kiáltottak ki, amikor azt kellett volna üvölteni, hogy fegyverbe magyarok azt neki a olánnak, a csehek elfutottak volna. Azt mondja, hogy igen. A mágnásokról, tehát a főrend, a bárókok, grófokról, a magyar hercegekről azt írja Adi, hogy haragja banda idegen lelkű mágnás sereg, a pápa igájába hajtja a magyarokat. Ugye, tehát Adi attól fél, hogy nem sikerül a Magyarországon megcsinálni azt, amit Párizsban a Kombé kormány megcsinált. Olvasom a szabadkőműves iratokat az országos levéltár B szekciójában, és azt látom, hogy nem minden páholyban, de a budapesti páholyok 50-60-70%-ában a radikálisan keresztény ellenes és magyar keresztény nemzetállam ellenes páholyokban pont ezeket, tehát tőlük tanulta, pont ezeket írják. A páholy jegyzőkönyvek megmaradtak. 100 szabadkőművesből 75 zsidó volt Magyarországon 1913-ban. Ugye, a budapesti páholyoknak meg legalább 90%-a zsidó volt, tehát Huszár Károly azt írja 1921-ben vagy 22-ben, hogy a magyarországi szabadkőműves szervezet nem más, mint a Magyarországra betelepült radikálisan liberális zsidóság harci szervezete a keresztény magyar nemzetállam ellen. Ez egy nagyon durva mondat, én kicsit erősnek éreztem ezt ezelőtt 10 évvel. Aztán elolvastam vagy 200 000 vagy 120 ezer, nem tudom mennyi szabadkőműves dokumentumokat, ott vannak a gépemmel lefotózva, a külső merev lemezen, mert állítólag a leírva levéltár, 56-ban ugye, az országos levéltár lebombázták a felszabadító szovjet testvérei, akkor nekem ott meg lesz. Ezt látom. Azt mondja, hogy igen, van egy fejezet Móri Zsigmond Matiné, a keresztény titkos mafia Budapesten, csak érdekességképp mondom, aztán van egy másik, Adi Dózsa fölfogása. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye úgy tartjuk Dózsa Györgyről, hogy milyen nagyon jó kóser, pesti zsargon, milyen nagyszerű forradalmat csinált a magyar elnyomó feudálisok ellen. Adi azt mondja, hogy most is, 1906-ban, 7-ben, 8-ban, 9-ben, 10-ben Dózsa György kell nekünk, meg Martinovics Ignác, a szabadkőműves 1795-ben likvidált, kivégzett vérmező, kivégzett volt katolikus szerzetes, szabadkőműves. A helyzet az, hogy tessék csak belegondolni, itt ebben a két alfejezetben leírom, Adi Dózsa fölfogása nagyon érdekes, hogy Adi Dózsa Györgyöt kőbaltának, bunkónak használja. Hogy majd a vármegye házára láncsak, meg stb. Dózsa Györgyöt, izó, láng, nem tudom, mi sem, vastrónuson megégetétek, stb. Stb. Kérem szépen, bocsánatot kérek, 1526-ban a Mohácsi vész. Mikor volt a Dózsa? 1514-ben, 12 évvel előtte. A római pápa, aki akkor elég nagy fiú volt, most már nem annyira, ugye,
nemzetközi keresztes háborút hirdetett, amelynek a csapatok kérére a Dózsát, egy kisnemes Székely Dózsa György, egy nagyon vitéz katonát kineveztek, hogy a muzulmánoknak menjenek neki. Hoppá! Nem aktuális ez nagyon? Csak most a muzulmánok mobiltelefonnal jönnek, kiképzett katonaként sokan, ugye, Földi László és a többiek ezt mondják, akkor volt ellenük hadsereg. És mire használta Székely Dózsa György uram azt a hadsereget? Hogy szétzúzza belülről a magyar királyságot. Szétizzúzza. Mert az, hogy a egyes katolikus gazember püspököket a nemi szervüknél, a fütyüléknél fogva fölakasztottak az ebben a fára, akkor még nem volt eperfa, akászfa sem, fölakasztottak a fára, az egy dolog, az nettó gyilkosság. De a paraszti lendületben ez hát, szörnyű, de belefér. Na de olyan nagy balét csináltak, hogy amikor a török odaért Szerbiába, meg a bolgár földekre, akkor már itt volt a nyakunkon egy pár hét járása Magyarországot hevelt a porba. Tetszenek érteni? Úgyhogy a Dózsa a parasztháborúnak nem csak Adi csak azt látta benne, hogy megtámadta a nemes urakat és likvidálta. Adi is azt akarta. Pedig ő is ilyen hétszívafás nemes fiú. Nagyon érdekes. Úgyhogy amikor 1526-ban ugye a magyar hadsereg felsorakozott ott a Mohácsi mezőn, ahol nemrég ugye voltunk, Szarajevóba hazafelé évet megálltunk Mohácson, Szarajevó, kedvenc városunk, volt valaki Szarajevóba? Egy, kettő, három, akkor menjenek el, aki teheti. Csodálatos. No, a helyzet az, hogy akkor Tomori Pál volt a hadsereg vezére, tetszene tudni, hogy akkor ő ilyen csuhás szerzetes volt, és egy nagy pallos volt a kezibe. Se páncél, meg semmi, egy csuha pallos. Na, ki volt ez a Tomori Pál? Ugye úgy tudjuk, tankönyvünkben úgy van, hogy kalocsai érsek volt és szerzetes, ez igaz. Azonban fiatal korában végigharcolta a muzulmánok ellen állót, katona volt, katonatiszt volt, hadvezér volt. És amikor majd öregecske hadvezér volt, úgy 30 körüli, hát akkor már meglett férfi ember volt, ugye, 30 akárhány éves, ott egy kisasszony elhatározta, hogy feleségül veszi. Megkért a kezét, megkapta. Ismerik a történetet? Megkapta. Milyen az élet, hogy az Úr hogy dolgozik, az Úristen. És szépen díszmagyar várta Budán a Mátyás templom előtt a mennyasszonyt. A mennyasszony beült ott az egyik budai palotába, az édesapja beültek a hintóba, és a hintó siettek el ott a késbe. Siettek, a hintó fölborult, a lány, a mennyasszony 5 perccel az esküvő megkészült, szétzúzta az agyát, a fejét, meghalt. Lovas után rohadt. Tomori uram, meghalt a mennyasszony. Abba a napba belépett, egy héten belül belépett a szerzetes rendbe, minden birtokát totál szegény volt, egy ruhája volt, mint a Bibliában, meg egy kardja. És amikor Dózsáig szép taposták belül az országot, akkor kinevezte az ország tanács, hogy te leszel, aki vívod a harcot. Tehát egy rém történet az egész. Na de erről már nincsen történelmi film. Nálunk a Saul fia van. Kikérem magamnak, ugye? Tudják, hogy most a Hunyadi filmet leállították. A százféle Hunyadi filmet, ugye mindenféle ma Héber tüzérek. A Héber tüzérség van, most Izraelben világszínvonalú. Most már nálunk is lesz, tudják, 24 darab, 155 mm-es hosszú csövű, tehát messzire lehet. Zárójel bezárva. Adinál tartottam, még egy 3 percet beszélhetek? Akkor most van 1837. 1840-ig beszélek, jó? Köszönöm. Azt mondja, hogy egy külön alfejezetem van, Tisza István grófa vadgeszti volont, aki úrnak magyarnak egy-két rongy. És itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6 alfejezet, amelyben leírom, hogy Adinak milyen véleményei voltak két Tiszáról. Tisza Kálmánról, aki 5 cikluson át, 15 éven át, 3 év volt a ciklus, 1875-től 90-ig volt a Magyar Királyság miniszterelnöke, nagyon-nagyon negatív figura, Adi ezt nem írja, csak mint nagy liberális dicsőíti Tisza Kálmán. Tisza Kálmán alatt a magyar vagyon zsidó beáramlás, zsidó migránsok kezébe került. Ez kétségtelen, támadhatatlan tény. Előbb-utóbb át fogom írni a magyarországi dualizmus történetét, csak nincs rá idő.
de talán még az Úristen megengedi. A fia, több fia volt, az egyik fia, a Tisza István, a Pista gróf, ugye, ő grófi címet kapott, a Tisza Lajostól Szeged újjáépítése miatt grófi címet kapott, nem volt gyereke, átruházta a király engedélyével, így lett Tisza István gróf. Ezek középnemesek voltak, mint például én, csak nekünk volt 100 holdunk, nekik meg 44 ezer. Ugye, nagyon nem mindegy, Gesz környéke és különböző helyeken, Nagykovácsi, Buda mellett, Nagykovácsi. Igen. A mostani kormányzat nem képes a magyar arisztokratáknak visszaadni a kastélyaikat. A román kormány visszaadja, igaz, hogy most megint kezdik visszavenni. A múltkor, nem mindegy, majd nem belekártak hagyjuk. És az utolsó alfejezete a könyvemnek, Adi és a keresztény ellenes francia kultúrharc. Itt ilyeneket ír Adi, hogy Szűz Mária zavarnokban. Aztán Adi a mennyei és földi királyság ellen. Aztán a keresztények legnagyobb része Párizsban elzsidósodott. Mondjuk ez igaz. Aztán Adi attól félti Magyarországot, hogy keresztény marad. Nagyon nehezebbre esik kimondani, mert hiszen valamennyien szeretjük Adi verseit. De hogyha böcsületesen elolvassuk azt a nem egészen 4000, 3000, 8000, egyszer összeszámoltam, csak még elfelejtem, újságcikkét. Van egy Orbán János Dénes nevű Orbán Viktornak egy barátja, egy jeles értelmiségi és újságíró, a Magyar Nemzet rovat vezetője. Ő azt mondja, hogy hát Adi versei közül az a világnagyság, egyet értek eddig, a próza írásait meg hagyjuk a felébe. Mert az azért írt, hogy megéljen belőle. De akkor miért nem írt a Rákosi Jenő lapjában Magyar Barát és Keresztény Barát cikkeket? Abba is megjelentett volna. Tehát ez hülyeség, amit az Orbán János Dénes mond. Ezt megírnám, csak nincs hol megírja, mert Népszavában nem ír az ember, Magyar Nemben meg kirúgják az embert, mert ott nem lehet, ilyet nem lehet megírni. Mindegy. Tehát a következő az összefoglalásom, mert itt körülbelül semmit nem mondtam el, viszont 1840. Összefoglalás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Európában 250 éve kultúrharc zajlik. Ez a kultúrharc egy ilyen mesterséges elnevezés, mert kulturális küzdelmet, ideológiai küzdelmet, politikai küzdelmet és még gazdaságpolitikai küzdelmet is jelent. Mert más az illiberális gazdaságpolitika, amit hála Istennek a Varga Mihály minden idők legjobb pénzügyminisztere csinál, meg más dolog a liberális gazdaságpolitika, amit a Bokros Lajos pénzügyminiszterét csináltak, ugye? Szóval az embernek az esze megáll, milyen különbségek vannak. Na ez zajlik 250 éve Európában. Eleinte úgy volt, hogy a balos ateisták küzdöttek a kereszténység és a keresztény nemzetállam ellen. Franciaországban is, Németországban más volt egy kicsit, és Magyarországon is. Franciaországban franciák a franciák ellen, Magyarországon a zsidók és melléjük állt magyarok, Adi Endre készpénzen megvásárolták. Olvasom a hitelben olyan hülyeséget, hogy meg lehet valakit vásárolni készpénzért? Meg lehet. A szegény csóró, akkor meg lehet. Ez a szörnyű, ugye? Tudnék történészeket mondani, de nem mondom most, nem érdekes. Akik szintén így vannak, megvásároltoknak. Most fordult a kocka Európában. Most a keresztény jobboldal kezd kultúrharcot a baloldali ateisták és a többi népség ellen. Ez egy nagyon ateista, liberálisok és szocialisták ellen. Ez egy nagyon érdekes dolog. Higgyék el, hogy az olasz kormány tevékenysége, Olaszország, az most egy olyan félig meddig nagy hatalom. La Spezia kikötőben, ahogy voltam egyszer megszállva, ott rintak azok az óriási olasz hadihajók. Óriási, akkor baloldali kormánya volt 20 éve Olaszországnak, vagy 15. A mostani lengyel kormány, ők katolikus alapon vannak. A mostani magyar kormány, Orbán kegyelmes úr, református, és a kormány legkiválóbb tagja Kásler Miklós, akiben én egy új Aponyi Albertot látok, óriási dolgokat csinál, meglátják az egészségben is, meg a kultúrában is. A NATO-t, a nemzeti alaptartalmat úgy dobta vissza, megbízták Takaró Mihály, tessék megcsinálni, ugye? Na az olyan is lesz, hogy komoly lesz, az biztos. Tehát most
ez nem azt jelenti, hogy én nem bírálom a kormányunkat, olyan hülyeséget csinálom, hogy meg kell őrülni tőle. Szlovákiában jóvá lenni? Amikor ott gyilkolják legjobban a magyarokat. De a migráns ügyben egyetértés van, úgy nagyjából. Ugye? Tehát az első puskalövésig a szlovákok nagyon egyetértenek vele. Nagyon érdekes. Tehát a helyzet az, hogy ez a kultúrharc, ez a könyvemnek most, bocsánat a nagyképű fogalmazásért, talán az az aktualitása, mert egyébként irodalomtörténet, meg főleg eszmetörténeti, unalmas eszmetörténeti elemzésekből áll, ilyeneket most nem olvasnak föl belőle, nem is illene, itt érdekel elolvassa, hanem az az aktualitása, hogy a mostani európai kultúrharcot, aki az okokat érteni akarja, az elolvassa, és talán valamennyit a német, a francia és a magyar vonatkozásokból talán úgy leesik, hogy kit, miért, milyen célokból, mit akarnak, miért támadják a kereszténységet, miért támadják a nemzetállamokat. Azok, akik támadják. Mert most 2019 elején most is a kereszténységet, meg a nemzetállamokat támadják Európában. Ezt nem azért mondom, mert Orbán Viktor a nemzetállamról beszél. Csak Orbán Viktor olyan liberális volt, hogy nem lehetett el szóba állni, akkor én már ugyanezt mondtam, kérem szépen, vigyázat, tehát te nem tartjalásról van szó, nem érdekel a dolognak ez a része. Ez zajlik Európában. Na, befejeztem egy kis túlórázással. Visszaadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a megszokott hasznos bőbeszűdéséget és a sok sztorit, amiben szerintem nagyon sokan tanulnak. Én mindig a YouTube-on is nézem az előadásait, ezeket élvezem, ezeket. Imádok, pletykák! Köszönjük szépen, és akkor megígérem, hogy addig nem engedem el. Professzorulattal még meg nem beszéljük, hogy a Trianon előadás, amikor lesz itt Delecskén, és azt majd közöljük, de amit szeretnék mondani, hogy március 27-én meghívást kaptuk a Népfőiskolánk tagjainak is, akik érdeklődnek, Sárándra, a Gyögyörű Zsiga portáljára, ahol szeretném, hogyha a Járási Népfőiskolának a gyümölcs szekciója lenne, és ott lenne egy bemutatás a gyönyörű, szerintem most már március 26-ára pedig még már megzöldült kertjének a megmutatása, és ott egy előadást tart a munkájáról, munkájukról, mert többen is csinálják, és utána pedig ott lesz egy vacsora, úgyhogy aki szeretne eljönni március 27-én Sárádra, 26-án Sárádra, igen, 27-én egy konferencián tartok előadást, és most néztem meg, hogy nagy összekeveredjen, és még nem készültem fel rá, tehát az jár a fejembe tudatalat. Hogy akkor szeretettel várom mindenkit, és itt van a Zsolt, én Makrály Zsolt, és a Lajos is, náluk lehet jelentkezni, és akkor kerítünk a kormányzati autót, és akkor át tudunk menni közösen, akinek van kedve.